Hangszerektől, énektől zeng az Albert Favri Közösségi Ház színház terme, Znamenák Rita zengőbongó játékos, mozgásos foglalkozásán. A programon 1 és 3 év közötti gyermekek és szüleik, nagyszüleik vesznek részt. Szerda reggelenként immáron 10 éve. A 60 perces foglalkozásokon Rita a már stabilan álló totyogó tipegőket köszönti. 12 éve költöztünk ide, ezt onnan tudom, hogy 12 éves a fiam, és ő ide született, és itt lakunk az utcában. És akkor már nekem nagyon megtetszett ez a hely, és rögtön kérdeztem is, hogy lehet-e itt ilyen foglalkozást tartani. Először még nem kaptam lehetőséget, de aztán utána a következő igazgató már maga kért föl, hogy tartsak itt ilyen foglalkozást. Itt volt és van is ringató, de szerencsére nem ugyanazokat a gyerekeket várjuk. Tehát a ringató foglalkozásra az egészen pici öbeli babák jönnek, a Baunernék Tóth Katihoz, én pedig már látjátok, a nagyobb bacskákkal foglalkozom, akik már biztonsággal tudnak járni, futni, szaladni, hiszen ez egy hosszabb foglalkozás, ez egy 60 perces zenés, hangszeres, mozgásos foglalkozás. Én világéletemben gyerekekkel foglalkoztam, én zongora tanár vagyok egyébként, és onnan jött az ötlet, hogy egyáltalán ilyennel foglalkozzak még régebben, ez már nem 10 éve történt, hogy amikor megszültem az első fiamat, aki már 18 éves, akkor vele is jártam, már 5 hónapos korától ilyen zenés foglalkozásra, akkor még más jellegű foglalkozások voltak. Az is egy ilyen 20-25 perces foglalkozás volt, de az nekünk egy nagyon fontos program volt. Tehát az fontos az anyukáknak, összejöttünk, beszélgettünk, az nem csak a gyerekeknek fontos, itt is annak örülök nagyon, hogy az anyukák is jobban vannak egymással, és ezen kívül is találkoznak, de hogy itt is egy komoly közösséget alkotnak. És akkor azt vettem észre, hogy ez a gyerekeknek milyen nagy élmény. És akkor, ahogy nőtt a fiam, és nekem meg felszabadultak a délelőttjeim, hiszen én ugye délután tanítok, ezért kitaláltam, hogy akkor én is belevágom. Elevágok és keresem az alkalmat, a lehetőséget, hogy hol tudnék ilyen foglalkozást tartani, hiszen tudok többféle hangszeren játszani, meg tudom azt mutatni nekik, úgyhogy ebben különleges egy kicsit az én foglalkozásom a többihez képest. Nyilván a saját gyerekeden tapasztaltad, hogy milyen hatással van egy ilyen zenés, táncos foglalkozás a gyerekekre, hogyan tudják ezt a tapasztalatot a későbbiekben, akár a fejlődésük során, akár az iskolai tanulmányaik során kamatoztatni. Igen, hát alapvetően én már a saját életemben ezt tapasztaltam, de a saját gyerekem az egy különleges élmény volt, mert ezeken a foglalkozásokon ő abszolút nem vett részt, olyan értelemben, hogy nem rázta a csörgőt, nem csinálta azt, amit mások. Nem énekelt, viszont amikor hazamentünk, vagy autóban ültünk, vagy bárhol, akkor viszont folyamatosan. Tehát, hogy az, hogy itt a gyerek esetleg nem csinál semmit, az nem jelent semmit. Tehát, hogy minden rögzül bennük, mindent tárolnak, és aztán otthon pedig felszabadultak perceiben pedig előadják. Ezt tudom a szülőktől is, mert rengeteg visszajelzésem van. Úgyhogy igen, tudom, hogy nagyon sokat számít a beszédelindulásban, a fejlődésben, a ritmusérzékben, hát egyáltalán. És azokkal a gyerekekkel mi a helyzet, akik esetleg lassabban fejlődnek? Ezért hozzám járnak ugye atipikus viselkedészavaros, figyelemzavaros gyerekek is, és nagyszerű látni azt a fejlődést, azt a változást. Hétről hétre találkozom a gyerekekkel, hogy mennyit tudnak fejlődni a figyelemben, a koncentrációban, azt, hogy megtanulnak egy mondókát, hát az egy nagyon nagy élmény, amikor meghallom először őket beszélni, kimondani egy szót folyékonyan. És hát ugye a csillogó szemekről meg ne is beszéljünk, amit én egyfolytában tapasztalok. Van konkrét kedvenc történeted ezzel kapcsolatban?
nem konkrétat mondanék, hanem azt a sok visszaigazolást és videófelvételt említeném meg, amit én a szülőktől kapok. Azért is kapok, mert szoktam kérni őket, hogy jelezzenek vissza, mert ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy tudjam, hogy ez nekik tényleg jó. De maguktól is szoktak küldeni, és amikor azt látom, hogy a gyerek utánozza azt, amit én csinálok, otthon bármilyen tárgyat hegedűnek gondol, gitárnak gondol, citerának gondol, furujának, és énekel, és tökéletes ritmussal játszik, hát akkor el szoktam érzékenyülni, és akkor tudom, hogy igen, fontos az, amit csinálok, és jó az, amit csinálok. Van olyan gyerkőc esetleg, aki a későbbiekben hozzád megy tanulni? Igen, volt és van is olyan növendékem, zongorista növendékem, akit már kicsi kora óta, akár fél éves, egy éves kora óta ismerek, igen. Említetted az anyukákat, hogy ez számukra is egy közösségépítő foglalkozás. Itt vagyunk ugye a karácsonyi készülődés kellős közepén. Mennyire felszabadító nekik is kiszabadulni ilyenkor otthon a főzés, takarítás, mosás, mókus kerekéből? Szerintem nagyon fontos. Ugye régen erre megvoltak a megfelelő helyek, a fonó, ahol összejöttek az anyukák, a nők, ahol énekeltek, felszabadultak, miközben persze dolgoztak, de itt azért az anyukáknak nagyon fontos, hogy eljussanak egy-két helyre a gyerekekkel együtt, és ne csak a gyerekek érezzék jó magukat, hanem ők is, tehát tudjanak kivel beszélgetni, megosztani a tapasztalatot. És azt is szokták mondani, hogy jó ide azért járni, mert ők is jól érzik magukat. Tehát igyekszem viccelődni, igyekszem történeteket mesélni azért, hogy ők sem unatkozzanak, tehát nekik is egy élmény legyen, és látom, hogy már barátságok szövődnek, illetőleg már azért hívnak barátokat, ismerősöket, mert hogy ez jó az a foglalkozás. És hát még egyet említenék, hogy ez már hagyomány, hogy itt a Mikulás és karácsony környékén mi így összejövünk, egy kicsit intimebb hangulatot teremtünk az adventi várakozásban, és most olyan kedvesek voltak, és ők készültek süteményre. Eddig mindig én sütöttem, én hoztam az ennivalókat, és most ők maguktól ajánlották föl, szóval ez nekem nagyon-nagyon megható, tényleg. Úgyhogy szemmel láthatóan jól érzik magukat, azt gondolom. Magyar népi mondókák, gyermekdalok, népdalok hangzanak el ülve, állva vagy séta közben. A gyerekek a foglalkozás során számos hangszerrel ismerkedhetnek meg. Gitárral, fuvolával, citerával, dorombal, triangulummal, dobbal. A programok elején maguk, a gyerekek is kísérhetik a dalokat csörgővel, illetve ritmusfával. A végén az összes ritmus hangszert kezükbe vehetik és megszólaltathatják. A Zenetanárok Társaságának tagozatvezetőjeként Rita azt mondja, mindez alapvetően befolyásolja a gyerekek későbbi világlátását. Ez a Zenetanárok Társasága, ez az ETA, igen, én nekem szerencsés helyzetem van, mert én mindig olyan gyerekekkel foglalkozom, akik nyitottak. De azért én látom, hogy az éneklés az azért háttérbe szorul az iskolákban, hát nehéz is hetente egyszer megnyerni őket, hogy milyen jó is egy népdalt elénekelni. De ugyanakkor, amikor látom a fiatalokat bármit is énekelni, akár rockzenét, akkor mindig rájövök, hogy zene nélkül senki nem tud élni. Legyen az egy jó rockzene, egy jó popzene, vagy egy szép népdal. Úgyhogy én olyan fiatalokkal vagyok, akiknek fontos a zene, tehát ez egy előnyös helyzet. És azon vagyok, tehát hogy ez egyfajta misszió, hogy az a kis generáció, aki nálam nő fel kvázi, ő megszeresse a népdalokat, a magyar dalokat, a gyermekdalokat, népdalokat, mert szerintem ez mindennek az alapja, és aztán bármerre vezeti őket az élet, ez csak pluszt fog nekik adni, mind lelkileg, mind tudásban. Például az én fiam swinget énekel, de hát ő is ugyanezen nőtt fel. Tehát teljesen mindegy, csak szeresse a zenét, ez a lényeg, és a hangszereket. Szomszédban a kütyük világában ez különösen fontos misszió, illetve mit tapasztalsz azon a téren, hogy ez a misszió, ez a küldetés, ez eléri a célját?
Ennél a korosztálynál igen, mindig azt szoktam viccesen mondani, amikor a citeráért sírnak, hogy minél hamarabb hozzájussanak, mindig mondom, hogy inkább ezért sírjon, mint hogy a mobiltelefont a kezébe vesse. Ez elkerülhetetlen egy idő után, én azt tudom, de a pszichológusok is azt mondják, hogy az első 3 év a legmeghatározóbb. Hogyha én akkor jó alapot adok, ha ezek a szülők jó alapot adnak a gyereknek, az nem vészel, nem talanul. Tehát az egy biztos alap lesz. Nem elkerülhető a kütyük világában a kütyüket használni, de akár zenehallgatásra is lehet, úgyhogy én például készítettem videókat a gyerekeknek annak idején, a pandémia idején, mert ugye nem tudtunk itt személyesen találkozni. Kicsit lelkismeret furdalásom is volt, hogy most miattam kapcsolják be az anyukák a mobiltelefont, meg a számítógépet, hiszen ott nézik a videókat, de azt mondom, hogy inkább akkor zenét nézzenek, zenét hallgassanak, mint sem, hogy bármi mást. Szerintem biztos, hogy számít, hogy itt nevelkednek föl ilyen közegben. Es, eső, es, holnap délig es, zap, szaporodjé, búza, bokrosodjé, az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka, még annál is hosszabb. A játékos mozgással, körjátékkal, kiegészítő eszközökkel, nagy színes ernyővel, kislabdákkal, babzsákokkal, új ötletekkel, új dalokkal válik az esemény élményszerűvé, élvezetessé a családok számára. Rita korábban a Pro Urbe Új Buda címet is elnyerte közösségépítő tevékenységének elismeréseként.